egyre modernebb körülmények között lakhatnak a pécsi hallgatók. Ünnepélyesen adták át a Modern Városok program keretein belül felújított Damjanich kollégiumot. A beruházás szorosan kapcsolódik a Damjanich utcai főépület rekonstrukciójához, hiszen itt fog működni a Nemzetközi Oktatási Központ, ahol a külföldi hallgatók nyelvi előképzése zajlik majd. Ők és a vendégoktatók lakhatnak majd elsősorban a legmagasabb komfortfokozatú, mintegy 100 új férőhelyet biztosító kollégiumban. Természetesen a legközvetlenebb jelentősége az az, hogy a hallgatói elhelyezések köre bővül, bár nem titkoltan ez elsősorban a nemzetközi oktatási programunkban résztvevő hallgatók elhelyezését célozza, de más férőhelyeket is tehermentesít, így aztán többen tudnak megfelelő elhelyezést nyerni. Én azt gondolom, hogy kívül belül képészetileg felújították ezt az épületet, aránylag jól néz ki, reméljük, hogy a látszat az ezúttal valós tartalommal is bír. Én azt bőrömön tapasztalom, hogy ez most egy nagyon nagy könnyebbséget fog jelenteni, hiszen jelenleg 25%-osan túljelentkezés a kollégiumi férőhelyekre, ezzel a számmal pedig nyilván ezt tudjuk egy kicsit majd redukálni a jövőben. Azon kívül én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas érték, hogy egy ilyen minőségű kollégiumban tudjuk elszállásolni a hallgatókat, ezek a külföldi hallgatók felé pedig egy óriási vonzóerőt tud majd képviselni a jövőben. Az újonnan átadott kollégium szolgáltatási köre is jelentősen bővült, saját védett parkolóval és kerékpártárolóval rendelkezik, valamint akadálymentesen is megközelíthető, és a földszinten 4 akadálymentesített szoba is elkészült. A modern hallgatói terek, a korszerű informatikai hálózat, az egyéb kiegészítő szolgáltatások és a megújult környezet mind a nemzetközi hallgatók beilleszkedését szolgálják.